Mindig igyekszem befejezni a munkát, tehát végigvinni azt, amit nagyjából éreztem, vagy megterveztem. És nagy ritkán van az, hogy menet közben abba hagyom. Pedig nagyon sok esetben a befejezetlen állapota sokkal jobb, mint a végleges. Tehát ugyan szeretem a befejezetlenséget, és mégis arra vágyom, hogy általában befejezem, végigvigyem a munkákat. Ez egy ellentmondás, mint hogy egy csomó ellentmondás van a munkáimban. Tisztában is vagyok velük, de nem kívánom ezeket feloldani, mert ez is okoz némi feszültséget. Annyit mondott nekem, hogy ha elmegy tanítani, akkor egy normális kapcsolatod lesz a világgal, mert felelős vagy emberekért. Ugye, és előtte nekem népköztársaság ösztöndíjam volt, akkor mentem be a főiskolára, amikor akartam. Tehát úgy éreztem, hogy picit lebegek a világba. Tehát nem voltak kötelességeim, nem voltak kötöttségeim, nem. És ez volt a döntő, mert édesapám az inkább azért mondta, hogy menjek tanítani, hogy legyen biztos megélhetésem. De Fodor András más módon győzött meg, és hálás vagyok neki ezért a mondatért. Ez volt az első, amikor az ember saját magával, gesztusaival találkozott, és rájött, hogy ezek sokkal őszintébbek és mélyebbek, mint amit az ember valamilyen tanultsága folytán próbál megfogalmazni. Ez aztán a későbbi pályámon végig elkísért, amikor már nem feltétlenül ezt csináltam. Bár olyan is volt, hogy például a dilettáns rajzokat utánoztam, csináltam egy olyan rajzsorozatot, hogy a dilettánsok naplójában. Úgy néz ki, mintha talált rajz lett volna. Egy talált fotó, tehát három rétegből állt, de ezt mind a hármat természetesen én csináltam. Mégpedig azért, mert egy dilettáns sok olyan nagy kérdéshez hozzá mer nyúlni, amihez egy tanult ember kevésbé, mert közhelyszerű volna. Ez adott egyfajta oldottságot. Másrészt pedig ezzel értem azt, hogy racionálisan gondolkodva hagyjam az ösztöneimet működni, amit már korábban említettem, és ez adott egyfajta felszabadultságot. Tehát eldöntöttem ugyanúgy, mit csinálok, de megfogadtam, hogy nem mindig kontrollálom, amit csinálok, hanem hagyom, hogy mellesleg menet közben is változzon, vagy olyasmi is megszülessen, amit én eredetileg nem szándékoztam volna befejezni, végigvinni. Ez már egy szerencsés állapot volt, mert túlléptem azon, hogy idézőjelben túlcsináljam a munkákat, amitől beszáradtak, unalmasak lettek, vagy kevésbé hatottak, megmaradt jobban a frissességük.